Az örökösföldi pályán hallgatják az edzés előtti eligazítást a Nyíregyháza Spartacus futballistái. Tímár Krisztián akár azt is mondhatná játékosainak, hogy csak így tovább, ugyanis legutóbbi három bajnoki meccsét megnyerte a Spari, amely közben a Magyar Kupában is bejutott az elődöntőbe. Az NB2 tabelláján a Nyíregyháza 64 ponttal áll az élen, megelőzve az 57 pontos Vasast. Szombaton a két csapat egymással játszik, majd négy nap múlva a kupában a Ferencváros ellen lépnek pályára a nyíregyháziak. Megyünk bele a célegyenesbe, úgy itt a utolsó etapba a bajnokságon belül. Ezek nagyon fontos mérkőzések, és ugye most kifejezetten ugye, hogy most a Vasas előrelépett egy helyet, meg tudta elhozni a Győrt, így most az első játszik a másodikkal, ez nyilván extra okot ad arra, hogy mondhatjuk ezt, hogy ez egy fontos mérkőzés. Igazából jó, ideális helyzetben vagyunk, mert van egy minimális előnyünk, ami több, mint egy meccs, pont előny bőven, szóval bátran bele tudunk menni ebbe a mérkőzésbe. Viszont utána meg ugye játszunk a Ferencvárossal, aki mondhatjuk, hogy az ország legerősebb csapata. A kupába találkoztunk, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy eljutottunk idáig, mert azért két fronton tényleg sikerül a csapatnak jól szerepelni. Ott megint csak ugye fel kell kötni a gatyát, mert azért tényleg a Ferencváros jó csapat, de akármennyire szerettük volna elkerülni, a sorsolás az ilyen, az nem kívánságműsor, és hogyha aki a döntőbe be akar jutni, annak ugye mindenkit le kell győzni, aki az útjába áll. A nyíregyháziak egyik meghatározó játékosa, Baki Ákos elmondta, hogy szerinte mi áll a csapat eddigi szereplésének hátterében. Csapat egységet mondanám, tudunk egymásért küzdeni, győztes típusú játékosok alkotják a keretet, és még egyszer mondom, hogy mindenki nyerni szeretne, minden egyes mérkőzésen küzdünk egymásért, együtt támadunk, együtt védekezünk, úgyhogy ez az erősség a csapatnak. A Sparira a bajnokságban még 5 meccs, a kupában pedig 1 vagy 2 találkozó vár. Sérülések és betegségek miatt vannak olyan játékosok, akikre nem számíthat a szakmai stáb. Van egy pár tartós sérültünk sajnos, akik hosszabb időre ugye nem lehetnek a csapatnak a segítségére. Bízunk benne, hogy a bajnokság vége felé hajrába ők is még legalábbis egy pár játékos belőlük vissza tud térni. Viszont ugye sajnos a múlt héten azért egy vírus is ugye bejött ugye az öltözőbe, és ez is hátráltatta ugye a csapatot, egy pár játékos itt az utolsó pillanatokban kiesett. De szerencsére bátran meg akihez nyúlunk, az mindenki jól teljesít, beállnak, tényleg mindenki nagyon motivált, jó állapotban, tudják a játékot, és ilyen szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk. Viszont hát nyilván a merítési lehetőség most egy kicsit szűkösebb, mint ami korábban jellemezte a keretet. A Nyíregyháza Spartacus Vasas mérkőzés szombaton 12 óra 30-kor kezdődik Balmazújvárosban. A 29. forduló további párosítása a következő: Siófok BVSC Zugló, Csákvár Jirmót, Kozár Micsleny Ajka, Tiszakécske Kazincbarcika, Budapest Honvéd Pécs, Szombathely Mosonmagyaróvár, Soroksár Budafok és Eto FC Győr Szeged.